221 nap szünet után játszottak ismét hazai környezetben a cápák, és talán a némi megilletődöttségnek, valamint Busz Iván, Mokánszky Máté és Bazsó Bruno hiányának köszönhetően be is ragadt a meccselején a házigazda. Az első negyedet 8 ponttal a pécsiek nyerték, és a második 10 perc jelentős részében is a vendégek vezettek, igaz a nagy szünetre már 3 pontos hazai előnél vonultak le a csapatok. Fordulás után visszavette a vezetést a PVSK, de aztán felpörgette a játékot a Nyíregyháza, és fokozatosan elhúzott ellenfelétől Siska János együttese. A negyedik negyedben már csak a különbség volt a kérdés, végül 19 pontos sikerrel tért vissza a Continental Arénából Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. Gratulálok mind a két csapatnak, mert egy ilyen hajtós mérkőzés van mögöttünk. Az elén meglepte minket, bár készültünk arra, hogy ilyen erőszakos kosárlabdát fognak játszani, keményen védekeznek is, abból gyorsan indulnak. Egy kicsivel később vettük fel a ritmust, gyakorlatilag egy másfél negyedet adtunk az ellenfélnek. Aztán utána mi is elkezdtünk keményebben védekezni, váltogattuk a védekezéseket a pick and rolloknál is, illetve a harmadik negyedtől már a letámadást is bevetettük, és ezzel tudtuk felőrölni a PVSK-t. A vendégek edzője szerint, amíg bírták erővel, méltó ellenfelé tudtak lenni a hazaiaknak. Az első fél időben kifejezetten jó játszottunk, jó kontrolláltuk a pályán történteket, vezettünk is. Egy kicsit a második 10 perc végén megtorpantunk, ezzel följött a Nyíregyháza. A második fél idő, a harmadik negyedtől egy picit pontatlanná váltunk. Sokkal erőszakosabban elkezdtek védekezni, ezért a kinti dobásainkra odaértek. Nem tudtunk olyan hatékonyan dobni kintről, és ezzel, és főleg a center játékukkal fölőröltek bennünket. A mérkőzésen 3 triplát elsüllyesztő Vaskó György a hosszú szünetnek tulajdonította az első másfél negyed kis döcögős játékát. Nagyon rég volt már itthon hazai meccsünk, és én azt gondolom, hogy egy kicsit elején talán, mintha rástresszeltünk volna itt az első fél időben, az első negyedben, de utána szépen azt gondolom, hogy a rutinos játékosaink mellett a fiatalok, akik a padról bejöttek, szépen beszálltak, és a második fél időben már át tudtuk venni, vagy már az első fél idő elején át tudtuk venni a vezetést, és úgy gondolom, hogy a rossz körülmények ellenére, tehát hogy nem tudunk normálisan edzeni, sok kulcsjátékos és rutinos játékos hiányzik, ennek ellenére szépen játszottunk, és ami a legfontosabb, hogy megnyertük a mérkőzést. A második forduló további eredményei a következők: TF Budapest Meavs Miskolc 91-78, Nagykőrös Veszprém 91-86, Rád Géber Akadémia BKG Prímese 76-84, MAFC Vasas Akadémia 78-92 és MTK Elit Basket Salgótarján 69-71. A kék cápák kedden Török Bálinton az MTK Elit Basket ellen lépnek pályára.